Közel két évtizedes hagyománynak örvend az az újévi koncert, amelyet az év első napján tartanak meg az Erdei János Városi Sportcsarnokban. Így volt ez most is, a 80 tagú Makói Magánzeneiskola koncert fúvószenekara köszöntötte a vendégsereget. Ilyenkor mindenki visszatér a zenekarban, hogy együtt varázsoljanak muzsikát a hangjegyekből azért, hogy a város közössége egész évben ebből az élményből töltekezzen. A repertoár most is színes volt, hiszen a klasszikus zenéktől egészen az operett világáig utazhatott el a közönség. Dr. Csikota József magánzenekarának, bár rengeteg fellépése van egy évben, az újévi koncert mindig különleges. Ez már egy társadalmi esemény is, hogy a városlakók, város környékén élő emberek január 1-én összegyűlnek a sportcsarnokban, és szép zenét hallgatva együtt jó érzéssel, ezt a jó érzést kiemelném, a zene az mindig jó érzést vált ki az emberekből, és az új év első napján az emberek jó érzéssel együtt tudnak lenni, tervezgetni, találkozni. Ez mindenképpen minden szempontból, kulturális szempontból és társadalmi szempontból is nagyon fontos. A szokásokhoz híven ezen az estén köszönti a makóiakat először a város első embere. A polgármester beszédében többek között azt is kiemelte, hogy 2017 a változások és az újítások éve lesz városunkban. Elmúlt napokban döntés született a Makovec könyvtár és környezetének építéséről, kultúrán központjának a hagymaház felújításáról, a volt Págermoz épületének makoveci köntösben való megjelenéséről, a makói levéltár végleges, megújult épületben történő elhelyezéséről, az Almási utcai tornaterem felújításáról. Az újévi koncert sosem maradhat sztárvendég nélkül. A makói születésű Cseh Antal operaénekes a magánzeneiskola tanoncaival együtt tolmácsolta Bánkbán áriáját. Majd a Dívák, vagyis Détár Enikő, Fésűs Nelli és Ladinek Judit triója zengte be a csarnokot. A művésznők magyar és külföldi slágereket is hoztak.